A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia U15-ös korosztálya életkori sajátosságok miatt igazán speciális képzést igényel. A fiatal játékosok a serdülőkor kellős közepén vannak, így edzőinknek komoly pedagógiai érzékre is szükségük van a mindennapokban. Az idejük nagy részét egyébként itt töltik a pályán. Kicsit sarkítva azt lehetne mondani, hogy többet találkoznak velem, mint a saját szüleikkel, akik ugye reggel elviszi őket az iskolába, és talán este találkoznak velük. Odafigyel ránk, olyan, mintha, most ez fura lesz, de mintha apukánk lenne, megbeszéljük vele a dolgokat. Kiemelten fontos, hogy őket nem csak mint játékosokat képezzük, hanem próbáljunk meg normális embereket nevelni belőlük. I. és Bence az Újpesttől igazolt hozzánk évelején, nagy reményekkel vártuk, hiszen egy több poszton bevethető technikás, futballintelligens, gólerős támadó középpályással bővült U15-ös csapatunk kerete. Szerintem itt jobb körülmények is vannak, sokkal intenzívebbek az edzések, közel a stílusomhoz, ez a smart futball. Ez volt az egyik, amire átjöttem az MTK-ban, mert nagyon tetszett, hogy passzokkal építjük fel a támadásokat. Korábban már bemutattuk a csapat kapusát, Radnóti Botondot, aki egy rendkívül tudatos, korát meghazudtolóan érett személyiség, nem mellesleg remek képességekkel megáldva. Egy modern kapusnak már a 12. mezőnyjátékost kell megtestesítenie. Ebben nagyon sokat segít ugye az, hogyha technikailag rendben van az adott kapus. Az MTK-ben nagyon sokat segít, mert ugye a kapusokat beveszik a játékba. Ezt arra értem, hogy ugye mi is 11. játékosként vagyunk ott a pályán, 12-ként ugye meg a kapuban. Ugye úgy állsz föl, hogy tolod, lépsz, meg egyből fogsz esetleg vetődni, ha nem kell vetődni, akkor előlépsz keresztet, kilépsz és mész. Ebből a szempontból az MTK egy kiemelkedő klub, hogy itt a kapusoknak ugye mindenre kell összpontosítani. Szerintem mostanában már ugye egy meccsen van 2-3 fontos védés, ezért is kell a minőséget inkább előtérbe helyezni, nem a mennyiséget. Mert egy meccsen ugye nem lesz 15-16 védés egy MTK meg egy nagyobb szintű klub mögött. Olyan modern stílusra törekednek, amely látványos, eredményes, ráadásul a fiúk is élvezik a munkát. És a szakvezetés szerint, amit szeretnek csinálni, abból már csak pozitív dolog sülhet ki. Oké, sokkal energiatakarékosabb, hogyha itt fönn labdát vettünk, azonnal visszatámadok, megszerzem, itt vagyok az ellenfél kapuja előtt. Minden edzésen kislabda, nagylabda tartások vannak, és ezzel gyakoroljuk a kis területi erős gyors passzokat és a gyors gondolkodást. Folyamatosan döntéseket kell hozniuk az edzéseken, de nyilván ennek a hétvégén látjuk a hasznát, hisz a mérkőzéseken sokkal jobb döntéseket fognak hozni, és ezek a jó döntések jó játékkal fognak párosulni, úgyhogy mindenképpen mi azt gondoljuk itt az MTK-nál, hogy ez a jövő, ez az, amit szeretnénk a játékosokkal megtanítani és továbbvinni. Reméljük, hogy ennek meg lesz az eredménye. U15-ös ifjoncainknak komoly céljaik vannak, és az álmaikért rengeteg áldozatot hoznak nap mint nap. Főleg, hogy klubunknál igazán biztató jövőkép tárul eléjük. Hát én nagyon szeretnék feljutni a felnőtt csapatba, mert ugye, ahogy láthatjuk, sokan feljutottak innen az akadémiákba, mint máshol, szerintem nagyon kevés jut el oda. Az MTK-t nagyon megerősíti, ugye, hogy látjuk azt, hogy sorra kerülnek föl a fiatalabb játékosok, és szerintem ezért is megéri idejönni, meg itt lenni, mert látod a hova utat, mert vannak, akik ugye ezt már megtestesítik, és ott vannak a felnőtt csapatban. Itt van a példa az orruk előtt, és nem kell külföldi csapatokkal példáloznunk, hanem azt tudjuk mondani, hogy itt van az útnak a vége, ide lehet eljutni, és ha jól dolgoztak, akkor lám-lám, itt tényleg megkapják a fiatalok a lehetőséget. Van egy tudatos karrier előttük, amit látnak, és nyilván ez mindenkinek a munkáját megkönnyíti itt a szakmai stábban. Szoboszlai Dominik is mielőtt kiment a Salzburgba, ugye másfél évig az MTK Akadémiáján pallérozódott. Nagyon feszes program szerint élnek az élsportolóktól elvárt kemény napirenddel. Kettős terhelésnek kitéve, hiszen a focipálya mellett az iskolában is teljesíteniük kell. Mindenki azt látja, hogy mennyi pénzt keresnek a futballisták, de a másik oldalt nagyon kevesen vizsgálják meg, hogy mennyi mindenről mondanak le, mennyi munkát tesznek bele. Horváth Ádám felvetése azért is elgondolkodtató, mert a befektetett energia ellenére nem mindenki álma teljesül. A legfontosabb azt tudatosítani, hogy ebből a 20 játékosból talán 2-3 fog elérni arra a bizonyos szintre, amire el szeretne érni, de nekünk azt a 17 játékost is ugyanúgy nevelnünk és képeznünk kell,
Nyilván az a jobbik eset, hogyha a futball mellett tudnak maradni, akár mint szurkolók, akár mint edzők, vagy bármilyen más funkcióban, de a futball szeretetét próbáljuk beléjük plántálni.